A Ford nemrég bejelentette, hogy 4 évtized után abba hagyja a Fiesta gyártását, ami kiválóan jelzi, hogy a szuperminik gyakorlatilag elvesztették jelentőségüket. Az olyankorú embereknek, mint én, ez egy elég fájdalmas pillanat, hiszen amikor meglett a jogosítványom, természetesen én is szuperminiben próbálgattam a szárnyamat, édesanyám pólójában, meg édesapámnak egy rövid időig Citroen AX-e volt. Fontos autók, emlékezetes autók, és most itt van ez a kettő, aminek ráadásul nyitható a teteje mindkettőnek, mert akkoriban úgy gondolták, hogy kis autóban is lehet nagy az öröm. De mielőtt mélyebben elmerülnénk ebben a témában, ne felkezdetek el feliratkozni és nyomjatok csengőt, hiszen minden héten új tartalommal jövünk. Most pedig nézzük meg, mire elég 60 lóerő. Ez a konkrét piros gyönyörűség ugyan 1994-es, de a Peugeot 205 1983-ban jelent meg, és abszolút nem túlzás azt állítani, hogy megmentette a Peugeot, és azzá tette, ami ma. Tulajdonképpen ez az első igazán sikeres kisautójuk, bár kísérleteztek korábban is, de ez az első, amelyik igazán nagyot szólt a piacon, és nagyon-nagyon sok milliót adtak el belőle. Nem véletlen, hogy ezt a lezárásnak tekintett szériát Forever-nek nevezték el, örökké, de végül nem csak egy, hanem 2 évig kellett gyártani, mert még 94-ben is akkora volt a kereslet ezután az autó után. Az orrában egyébként 1,1 literes, 60 lóerős motor van, 5 fokozatú váltóval mellé kötve és üvegtoló teteje van. Majdnem a Peugeotval egy időben, 1982-ben jelent meg a Corsa is, tehát ezek tulajdonképpen ős ellenségek, és ha jól emlékszem, azt olvastam, hogy ez az első olyan Opel, amit kizárólag Németországon kívül gyártottak, Spanyolországban készült mindegyik. Az A Corsából ez már egy kései darab, 1991-es, és az orrában 1,4 literes befecskendezős motor van. Azért ez nagy szó, amikor megjelent, akkor még mindegyik motorja karburátoros volt. Na most viszont ez a befecskendezős katalizátoros motor szintén csak 60 lóerő, mint a Peugeot 1,1 literese, cserébe persze sokkal nyomatékosabb. Ez egy kifejezetten vidám felszereltségű Joy változat, a tetején egy nagyon kívánatos extrával, a Faldakkal. Régen ugye azt mondták, hogy a francia autók arról ismerszenek meg, hogy puha, kényelmes futóművük van. No, hát ez egy régi francia autó, és egy kifejezetten puha és kényelmes futóműve van. Hát ez az utca szégyent hoz a 12. kerületi nevére, de olyan finoman végig lehet rajta gördülni egy ilyen 205-össel, ez tényleg egészen elképesztő. És az ülés maga is, ahogy belehuppanok, hát ez egy nagyon-nagyon kellemes, puha ülés. Szóval ez egy kifejezetten komfortos autó. Szervokormánynak nyoma sincsen, amennyire tudom, az csak a GTI-n, esetleg még talán valamelyik dízel változaton lehetett extra pénzért szervókormányt kapni. Az ilyen egyszerű 205-ösökben ez egyáltalán nem volt szokás, de nem is hiányzik semennyire. Tehát, hogy nem kell túl sokat tekerni a kormányon, tök könnyű forgulódni a kocsival, és még álló helyzetben is, vagy kis gurulásnál is megfelelően könnyű a kormány, menet közben pedig tökéletes. Azért ez nem egy Lotusnak a kormánya, de mégiscsak így, hogy nincs benne szervó, így tök jól tájékoztat az országútról, érzem, hogy mi történik, tudom, hogy esetleg mennyire csúszik az út, hiszen akkor felkönnyül. Szóval nem olyan rossz dolog ez a szervó nélküli élet. Na, a fék az viszont szervós és jól is fog. Igen, hát a 80-as években azért egy német autó és egy francia autó között még megvoltak azok a klasszikus különbségek, hogy egy ilyen Corsa jelentősen keményebben rugózik, mint az a 205-ös, úgyhogy ezen a rossz úton hát kellemetlenebb végigmenni vele. Jobban érzem az ütéseket, jobban érzi az autó is az ütéseket. Ez egy olyan különbség, ami mára már eléggé eltűnt, hát pláne a Opel Corsa és a Peugeot 208 között, amik ráadásul műszakilag is igen közeli rokonok lettek időközben, hogy a Peugeot megvásárolta az Opelt. 60 lóerődnek írják, ugyanúgy, mint a Peugeot, de az már így rögtön elinduláskor érződik,
hogy azért ez egy meglehetősen fickós, nyomatékos motor. Tehát, hogy jobban megy, mint a Peugeot, és az is rögtön érződik, hogy a váltója nagyon pontos, sokkal pontosabb és kellemesebb, mint a Peugeot-é. Ez sem sportkocsi, különösen a féke nem sportkocsi, te jó Isten, attól azért többet vártam volna. A Peugeot-nak sokkal jobban fog a féke, már olyan értelemben, hogy sokkal kevésbé kell taposni a pedált ahhoz, hogy fogjon. Ez a Corsa majdnem olyan, mintha nem is lenne fékszervó benne, pedig van, ott van a motortérben, láttam. A kormány is ugyanaz, hogy fogasléces kormánymű, ami meglehetősen pontos és könnyű így menet közben, talán még egy fokkal könnyebb is menet közben, mint a Peugeot-é. Ez egyébként lehet gumiból eredő különbség, hiszen így szervó nélkül azt is érzem, hogyha egy kicsit kevésbé tapad az úton a gumi. Viszont a keményebb rugózástól hát sportosabb nem lett, csak talán egy kicsit kevésbé komfortos. Nagyon érdekes különbség a két autó között, hogy ez a látszat ellenére egy lemezfelni. Nagyon kívánatos lemezfelni egyébként, amikor megörököltem nagyapám 1986-os Opel Kadett E-jét, ami egy szedán volt, nagyon szerettem volna, hogyha ilyen felni van rajta, de azon egy ennél egyszerűbb kivitel volt. Szintén kívánatos extra a jobb oldali külső tükör. Szintén nem volt azon az alapfelszereltségű Kadetton. Itt bezzeg megvan a helye. Ahogy megvan a helye a gyári antennának, mert gyári rádiós volt az autó. Szóval ebben azért vannak extrák, színezett az üveg, van egy fényvédőcsík, és az üléskárpitok is nagyon látványos, szép mintát kaptak. Ezek azok az extrák, amik igazán feldobták az ilyenkorú szuperminiket, hát meg persze ez az elképesztő szárny. Heck spoiler, Herst Machia, tip GM90, még egy hosszú felirat van rajta. Lényeg az, hogy ez egy full gyári General Motors típusszámmal ellátott spoiler ezen az autón, szóval ez egy nagyon-nagyon komoly, jól felszerelt kocsi. De hogy mennyire pici, azt hiszem, az itt mérhető fel igazán. Ha jól emlékszem a katalógusra, 228 vagy 230 valami ilyesmi litert írnak erre a csomagtartóra. Hát legyünk őszinték, ez kicsi. A mininek ennél kisebb, de azért egy mai szuperminének ennél jellemzően egy picit már nagyobb szokott lenni. Igaz, ez alatt még ott van egy teljes értékű pótkerék. Ezt a csomagtartót valamennyire leszűkíti a hátsó futóműnek a lengéscsillapítója, az ugyanis függőlegesen ide feljön, és így aztán a kerékjáratok között meglehetősen beszűkül a hely. Az viszont megint csak a jó felszereltség része, hogy az alapkorzában nem volt ilyen kalaptartó, és nem volt aszimmetrikusan dönthető a hátsó üléstámla, úgyhogy ezek plusznak tekinthetőek. Hopp, nem csaptam le eléggé. Pöpeli, az eredeti svájci tulajtól származik ez az autó, onnan került a mai gazdájához, akinek a kislánya hívta így ezt az autót, és aztán amikor kicsit megnőtt, akkor még ezt a betűkészletet is megszerezte, és megcsinálta rá a feliratot. Imádni való kis részlet, kár is lenne érte, hogyha eltűnne onnan. A látszat ellenére ez nem dísztárcsa, hanem könnyű fémfelni, és egy elképesztő sztoria van a tulajdonosnak arról, hogy az eladó nem igazán tudta, mekkora értéket árul, amikor az eredeti gyári csavarjával együtt feltette ezt a jófogásra. Na de a csomagtartó! A 205-ösnek az óriási nagy truvája, hogy egy egészen különleges és teljesen vízszintes hátsó futóművet csináltak hozzá. Nem is csavarrugós, hanem két torziós rugója van. Ugye a torziós rugó az gyakorlatilag egy vasrúd, aminek az egyik végét fixen megfogja egy ricnis fej tulajdonképpen, és a másik vége van bekötve a futóműbe, és így maga így csavarodik a rúd, ahogy a kerékbe rugózik. A csavarrugó is tulajdonképpen ugyanez, ha fizikailag nézzük, csak ott föl van tekerve a rúd, és ahogy így összenyomod, azzal torzul. Na de a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon helykímélő, vízszintes futómű, és ez látszik is ezen a csomagtartón, ami teljesen egyértelműen sokkal tágasabb a Corsánál. A katalógus szerint egyébként csak 60 literrel, de szemre innennek sokkal nagyobb különbséget mondanék. Itt is megvan az aszimmetrikusan dönthető támla meg a kalaptartó, hiszen ez már egy jól felszerelt késői példány. De érdekesség, hogy hátra, a hátsó ablakhoz külön ablakmosó tartályt tettek ebbe a kocsiba, hogy azt is lespriccelhessük, hogyha esik az eső és elkoszolódna. Úgyhogy két helyen kell tölteni. Azért azt tudni kell, hogy ebben az időben a hátsó ülésen hát még nem volt túlságosan nagy hely. Én most nem is fogom behajtogatni oda magam első körben, vagy tulajdonképpen miért is ne. Itt az a karrával van rajzolva, hogy ezzel lehet előre billenteni az ülést. Na mondjuk hely az van, tehát hogyha valaki hajlékony, akkor könnyen be tud ide ülni. Ja.
Vicceltem, ne vegyetek komolyan, nem mondtam igazat, ez tök kényelmes. Az ülés ugyanis nagyon finom puha itt hátul is, a lábfejem becsusszan az első ülés alá, a térdem elfér. Hát nem mondom, hogy Spanyolországig végigülném az utat itt hátul, mert azért az nem lenne kellemes. Meg hogyha beülünk ide négyen is megpakoljuk, az biztos, hogy ennek a puha futóműve jól leülne. De a hely az pont elegendő. Persze nyilván ez részben azért sikerült így, mert akkoriban azért még nem erősítették agyon a karosszériát, nincsen telepakolva merevítésekkel, meg hasonló trükkökkel, de azért meglepően sok hely van hátul. Talán egy icipicit nehezebb a korzába bemászni, mert ugye itt csak a háttámla dőlt előre, és nem olyan puha az ülés itt hátul, ahogy egyébként elő sem olyan puha, mint a Peugeotban. Akkoriban még voltak ekkora különbségek autók között. De egyébként a hely hasonlóan megvan itt is. A lábfejem itt is becsúszik az ülés alá. Hát a fejem egy kicsit talán magasabban van, de úgy elférek. Tehát, hogy ez is egy 4 felnőtt ember befogadására alkalmas méretű utastér. Bár azért azt hozzá kell tenni, hogy a tulajdonos elmondása szerint az övcsatok annyira közel vannak, mivel hogy 5 személyesnek van vizsgáztatva az autó, és 3 övcsat van hátul, hogy amikor gyerekeket próbált ideültetni ülésmagasítóval, az ülésmagasítók miatt már nagyon nehéz volt bekapcsolni őket, mert egyszerűen az övcsatokhoz nem fért hozzá. Szóval vannak korlátai a hátsó ülés használatának, de nem teljesen offos. Tehát, hogy alapvetően ez úgy van kitalálva, hogy ne csak előre üljenek emberek. De én azért most előre ülök inkább. Ez, hogy vékony oszlopokkal körbeüvegezett az autó, semmiféle tolatókamera vagy tolatóradar nem hiányzik, mert mindent azonnal látok körbenézve. Tehát, hogyha tolatok, megnézem, mi van, tudom, hol van a kocsi eleje, közepe, vége, nagyon-nagyon könnyű elhelyezni az úton, nagyon könnyű vele lavírozni, fordulékony, nem nehéz a kormány, egy igazi városba termett autó, egy nagyon-nagyon jól megtervezett, jól végig gondolt tárgy. Most egy viszonylag meredekebb úton megyek fölfelé, hát persze itt ki kell húzatni a motort valamennyire. Na, húzok egy 4-est, mi történik? Nem olyan hosszú a váltó, hogy 4-esben is fölmegyünk, tehát azért annyi ereje még van. Tehát egy ilyen alapmotoros 205-ös, az nem éri el a 800 kilót. Márpedig, ami ennyire könnyű, az ilyen kevés lóerővel is meglehetősen fickósan mozog. Szó sincs sportautóságról, tehát ezt egy pillanatig nem akarom állítani, hogy versenyautós élmény lenne, és a kezelőszervei sem annyira élesek, mint mondjuk a Minié. A puhasága ennek az autónak, hát ezt muszáj megmutassam, tehát hogyha így ennyit csinálok, már akkorákat dől, hogy ez elképesztő. Ez a torziós hátsó rugók, meg az egésznek ez a puha lengés csillapítása, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatot ad neki. Parkolóbeli forkolódáskor ez is tök könnyű. Ezt is ugyanúgy teljesen körbelátom. Mondjuk baromi jól néz ki ez a sportkormány, ez vitathatatlan, meg szép a fehér műszerfal, meg úgy egyáltalán ez a kárpit, ami a Joy felszereléséhez tartozik, rettetesen földobja ezt a belsőt, a sokkal funkibb, kellemesebb belső, mint a francia. Mondjuk abban is voltak külön kiadások, úgyhogy ez csak a konkrét daraboknál van ez a különbség. De na, adjuk meg, ami az Opelé. Ez egy nagyon jól sikerült belső, nagyon kellemesen kézre esik minden, jól leolvashatók a műszerek, és bár a műanyagok nem mindig a legjobb barátságban vannak velem, de még telefontartója is van neki, pedig akkoriban még nyoma nem volt ezeknek a modern mobiltelefonoknak. Automata kitámasztó, mert mégiscsak egy kis ékszerdoboz. Ebben a motortérben azért ez már egy viszonylag új motor, tehát a TU motorcsaládot aztán még elég sok autóban viszont láttuk később is, tehát a 106-osba is bekerült, a 206-osba is bekerült, a Berlingóba is bekerült, az 1.4-es Berlingóz gyakorlatilag ugyanígy néz ki, csak azokban már valószínűleg nem központi befecskendezővel, ugye ez itt egy központi befecskendező a karburátor helyére rácsüccsentve, hanem ott már hengerenkénti befecskendezés van, de mondjuk a gyújtása már ennek is elektromos, nem látok külön trafót. Alapvetően ez egy nagyon egyszerűen szerelhetőnek tűnő, egy klasszikus kis autó motortér, van egy motor, van mellette egy váltó, abból mögötte hátul a két első kerék felé a kihajtás, tehát magyarán eléggé rajta, sőt egy kicsit a tengely előtt van a motor, és mögöttük van egy fogasléces kormánymű, amivel megoldható a kormányzás. Ez így a klasszikus recept. A japán és európai szuperminik az esetek túlnyomó többségében
így néznek ki itt elől, ez az elrendezés. Papíron a két motor nagyon hasonló egymáshoz, hiszen az Opelnak ez a motorcsaládja szintén OHC, azaz egy felülfekvő vezérműtengellyel V-alakban szerepek, ugyanúgy elő van a kipufogósor, és hátul van a szívósor, ugyanúgy itt a motor, és ugyanúgy mellette a váltó, mögötte a kihajtás, mögötte. Tehát az alap elrendezés teljesen ugyanaz a két autóban. Nagyjából ugyanott is találjuk a dolgokat benne. Szóval nagyon hasonló dolgokat látunk itt, hiszen nagyon hasonló korban készült a két autó. Nem csoda, hogy a vezetési élményük teljesen más. Na de! Ami a különlegessége ennek az autónak, az az üvegtolótető. És a Peugeot az üvegtolótetőt is úgy csinálta, mint senki más. De ehhez félreállok egy pillanatra. Le is állítom a motort, hogy hát, hogy jobban fog hallatszódni. Az üvegtolótetőnek ugyanis az a különlegessége, hogyha kinyitom, egy finom, sziszegő hanggal távozik belőle a levegő, és utána tudom hátra húzni kézi erővel. Becsukáskor felfújja a gumikédert, és ezzel befeszíti a keretébe az üveget, és lesziketeli, hogy ne ázzon be. Kinyitáskor pedig kiengedi a levegőt a gumikéderből, hogy megszűnjön ez a bizonyos befeszítés, és hátra tudjam húzni az üveget. Egy elképesztően szokatlan megoldás, amire mai fejjel már semennyire sem gondolnánk. Hát ki a fenének jutna eszébe felfújható gumikédert alkalmazni szigetelésként, de tökéletesen működik. Tehát itt van ez a 28 éves autó 182 000 kilométerrel, és nincs beázva. Tehát a gumikéder tökéletesen megvédi az időjárás viszontagságaitól. Igazi példája annak, amire ma már csak legyintünk, hogy francia autók, de a mai francia autóban már nincsenek ilyen megoldások. Ehhez vissza kell lapozni a történet könyvben, hogy olyan igazán őrült különlegességgel találkozzunk, és itt ez a csöpnyi, egyszerű, városi szupermini, ami tényleg csak így az egyszerű, olcsó fenntarthatóságot, a mindennapi használhatóságot szolgálja, és még ebbe is beletettek egy ilyet, teljesen oda vagyok, a szívem megőrül érte. Szóval ez egy csodálatosan működő dolog, és mellesleg egészen nagy nyílás nyit a fejünk fölé, van szélterelő is, úgyhogy egyáltalán nem húzatos, és nagyon kellemesen lehet vele autózni. Na de, az igazi truváj a teteje. Ez ugyanis egy elektromos faldak. Azaz megnyomom itt ezt a gombot a műszerfalon, és hátra siklik a tetőt borító ponyva, és egy olyan szabadságélményt ad, amihez fokatót csak kabrióban lehet még megélni. Most persze így jobban hallom az előttem haladó busznak a dízelkerregését, meg a szaga is jobban bejön, de ezt most egy pillanatig felejtsük el. És egy pillanatig csak merüljünk el abban, hogy itt az őszi erdő a fejem fölött, hallom, hogy susognak a levelek. Egy pillanatra inkább gondoljunk bele abba, hogyha kisütne a nap, akkor érezném, hogy simogatja a hajamat. És gondoljunk arra, hogy ez a szabadságélmény, amit egy ekkora tetőluk ad, ez mi sokat számít, és mennyit jelent. És ezek a színek, ezek a kárpitok, meg egy ilyen faldak olyan sok élményt adnak egy autóhoz, hogy hiába pici és olcsó és egyszerű, és nem is túl erős, mégis jó érzés benne lenni, jó érzés jönni-menni vele, és simán eljárogatnék vele hétköznap. Mert egyszerűen örömet okoz. Ezeket az autókat anno olcsó közlekedési eszköznek tervezték a tömegek számára, millió számontották őket, tehát semmi különlegesség és technikai nagy faxni nem kötődik hozzájuk, és ebből a sok-sok millió legyártott darabból a döntő többsége bizony roncstelepen végezte, mert az életkoruknak vagy amikor összetört, vagy amikor már elég öreg lett, szóval az életkoruknak egy bizonyos pontján eljött az a pillanat, amikor teljesen elértéktelenedtek. Ennek ellenére vezetni őket ma
olyan mennyiségben ontja vissza rám az élményeket, hogy ez szinte elmondhatatlan, hiszen amikor nekem jogosítványom lett, akkor ez a kategória jelentette a szabadságot. Az elérhető áron megvehető, könnyen tankolható, viszonylag olcsón javítható, és mégis párhová, szabadon elautózható kocsikat, amivel, hogyha akarok, akkor elindulok akár a tengerpartra, ha akarok, akkor elmegyek csak iskolába vele, szóval tényleg nekem nagyon fontos élmény, amit édesanyámnak, meg édesapámnak az ekkora autóiban szereztem, és ezzel valószínűleg még millió számra vannak így emberek, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy most, hogy az új piacról elkezdenek kikopni a szuperminik, majd a veterán piacon elkezdenek hát értékesebbé válni. Persze sosem fognak annyit kérni egy ilyen autóért, mint mondjuk ugyanezek márkának a sportváltozataiért, ez így is van rendjén, de ha valaki egy hangulatot keres, ha meg akarja tudni, milyen volt a 80-as évek nyugaton, vagy milyen volt a 90-es évek Magyarországon, ez a két zengő plédoboz tökéletesen elmeséli. Örülök, hogy ma is velünk tartottatok, ne feledkezzetek el feliratkozni és nyomjatok csengőt, hogy ne maradjatok le a következő videókról sem, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Most még bekéred tenni valami 80-as években is slágert, Schmidt nekem ősz, irány a Riviera. Ígyunk kávét Olaszországban, bontsunk pezsgőt Franciaországban. Hiába egy városi kis szaladgálós, ezzel a kocsival hív az országút.